Szénmonoxid mérgezést és akár robbanást is okozhatnak az eltömődött kémények, már a fűtési szezon megkezdése előtt érdemes átvizsgáltatni és kitisztítatni a kéményeket. A fűtési szezon hivatalosan pár nap múlva indul, de a legtöbb lakásban a hideg időjárás miatt már fűtenek. A tüzelő és fűtő berendezéseket csak kifogástalan műszaki állapotban lehet használni. Az elmúlt években megnövekedett azoknak a háztartásoknak a száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, így éves szinten meg kell vizsgáltatniuk kéményük állapotát és a fűtő berendezések műszaki állapotát is. Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyagokkal fűtenek, mint amire egy-egy berendezést megterveztek, ezért a korom vastagon lerakódhat a kémény falára. A fűtőeszközök és kémények takarításához mindig szakembert kell hívni, a lakossági kéményseprés pedig idén júliustól már a katasztrófavédelemhez tartozik. A kéménysepréssel foglalkozó társaságok pedig csak a cégekért, közintézményekért felelnek. Mi is ez a szerkezet? Tehát ez egy füstgázelemző műszer, arra szolgál, hogy az átégéstelő kazánoknál vagy nyílt égéstelő kazánnál is meg lehet mérni a füstgáz összetételét, a szénmonoxid tartalmat benne, a nyomást a kéményben, ezzel akár húzatot is lehet mérni, vagy pedig a kémény tömörségét lehet vizsgálni. A szénmonoxid mérőkből érdemes a komolyabb és megbízhatóbb mérőeszközöket választani, ezt javasolják a szakemberek. A témát folytatjuk itt a stúdióban, hiszen évről évre a katasztrófavédelem felhívja a háztartások figyelmét arra, hogy csak megfelelő műszaki állapotban lévő fűtőberendezéssel kezdjenek neki a télnek. Dóka Imrét köszöntöm, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét. Szervusz Imre! Szervusz, és köszöntöm a televízió nézőket is! Miért fontos felhívni a lakosságnak a figyelmét arra, hogy még a fűtési szezon előtt érdemes átvizsgáltatni a kazánokat, a kéményrendszert és a fűtőberendezéseket? Ugye ilyenkor azért még a tél beköszöntével nem tapasztalnak sok-sok szénmonoxid mérgezést vagy katasztrófát, baleseteket, de ahogy haladunk előre a téllel, minden évben vannak balesetek, vannak problémák. Így van, rengeteg olyan problémával szembesülünk a szénmonoxid mérgezés mellett, amelyek elsősorban mondjuk a kéményekre koncentrálódnak, tehát kémény tüzek száma szokott a fűtési szezon kezdetével megemelkedni. Egyébként azért sem késő még most a tüzelőfűtő berendezéseknek a karbantartása, illetve a füstelvezetők közismertebb nevén a kémények karbantartását elvégezni, mert egy hosszabb periódus után vagyunk ilyenkor, külső hatás is éri a kéményeket, gondolok arra, hogy akár madár költözhet bele, cserép ráeshet, megsérült valahol a vezeték, vagy a maga berendezés mondjuk porral telítődött. Számos olyan esetben is riasztják a kollégáimat, amikor mondjuk égett szagot éreznek, és mondjuk füstöl a kazán. Elképzelhető, hogy egy vastagon lerakódott por kezd el égni, amikor begyújtják ezeket a kazánokat. Ezek persze a kisebb esetek, vannak ettől nagyobb esetek is, de a megelőzés is a mindenképpen fontos ezeknél a készülékeknél. Ugye ez a riportban is elhangzott, hogy ettől az évtől, júliustól a katasztrófavédelme átvette a kéményeknek az ellenőrzését, a műszaki ellenőrzésre gondolok, de a háztartásoknál, mert a közintézményeknél és a cégeknél ugyanúgy maradtak a vállalatoknál. Milyen feladatokat ró ez az igazgatóságra, illetve miben merül ki tulajdonképpen feladatuk? Létrejött a kéményseprés ugye országosan, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, de központi irányítással. Gyakorlatilag a lakosoknak, a lakosságnak semmi tennivalója nincsen, az értesítést ugyanúgy megkapja, hogy mikor érkezik a kéményseprő, illetve van egy központi e-mail cím, ez a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu, illetve van egy központi telefonszám, ez a 1818-as, itt a 9.1-es menüpont alatt tudják az esetleges bejelentéseket megtenni a lakosok. Egyébként a kéményseprőt felhívnám a figyelmüket, hogy gáztüzelésű kazánok esetében, illetve gázkémények esetében 2 évente fogják ellenőrizni és tisztítani, a vegyes tüzelésű kémények esetében pedig éves szinten. Minden esetben engedjék be a kéményseprőket, hiszen ez a lakosok biztonságát szolgálja. Egyébként azt is el kell, hogy mondjam, hogy milyen jogkörünk van, vagy milyen jogköre van a katasztrófavédelemnek.
A kéményseprőket ugyanúgy ellenőrzi a hatóság abból a szempontból, hogy a kémények megfelelők-e. Tehát biztos a megyét járva mindenki lát olyan kéményeket, amely meg van rogyva, nem megfelelő, balesetveszélyes. Ezeknek a kéményeknek használatát egyébként megtiltják egészen addig, amíg nincs kijavítva az adott hiba. Innentől kezdve újabb eljárást kell indítani, engedélyeztető eljárást a hatóság felé. Egyébként ezt minden kirendeltségen, úgy Nyíregyházán, Máté Szalkán, Kisvárdán és Fehérgyarmaton is az ott élők az adott körzetben megtehetik munkaidőben. Illetve gondoljunk azokra is, akik mondjuk építenek, építkeznek, vagy csak egy kandallót létesítenek, egy új kéményt építenek. Ezeket minden esetben hatósági eljárás alá kell vonni. Azaz kimennek a kollégák is az engedélyes eljárást lefolytatják. Egyébként mit látnak önök, hogyha mondjuk kimennek vidékre, vagy kisebb településekre? Ugye nagyon sok lakóház van, ahol egyébként is felújításra szorulna a kémény, meg a lakóház is. Természetesen találkoznak olyan kéményekkel, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek? Találkozunk, ahogy eddig is találkoztak mondjuk a kéményseprőipari szolgáltatók. Nyilván van egyfajta trend, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy gyors hajtót ugyanúgy kiszűrnek, mondjuk többszörös visszaeső, ugyanígy vannak ugye a kémények esetében is a nem megfelelő karbantartottság hiánya. Én mindenképpen arra hívnám fel a figyelmet, hogy az adott mondjuk vegyes tüzelésű kazánt csak megfelelő szilárd tüzelővel táplálják meg, tehát amire az rendszeresítve van. Számos olyan eset van, amikor hulladékot, petpalackot vagy oda nem illő dolgokat égetnek, amellett, hogy nem megfelelő ezeknek a tüzelőanyagoknak a hatásfoka, balesetveszélyes is, illetve a légszennyezettséget ugye rontják. Ugye emlékezünk csak arra vissza, akár Nyíregyháza esetében is, hogy hány smogdiadót kellett elrendelni, bizony ezek hozzájárulnak ehhez is. Emellett pedig mondjuk le is rakódik a kéményekbe ezeknek a nem odavaló anyagoknak az égés terméke, éppen ezért a kéménytűzek száma is jelentősen emelkednek ezekben az esetekben, és egy kéménytűz pedig a tetőszerkezetet lángra lobbanthatja. Volt olyan, hogy egy egész lakóház égett le, mondjuk a tavalyi évben. Visszatérve a környezetvédelmi követelményekhez, igen, az a tél derekán szokott előfordulni, főleg megyeszékhelyen, akár a belvárosban is, amikor azt tapasztaljuk, hogy olyan anyagokat égetnek el, ami szennyezi a levegőt, vagy éppen esetleg káros lehet azt az anyagot belélegezni. De ha már itt tartunk, akkor itt a bejátszásban látunk egy nagyon korszerű, és mondhatom azt, hogy profi szénmonoxid mérő szerkezetet, azért otthon a háztartásokban nem ilyenekkel találkozunk. Tavaly ugye volt a fogyasztóvédelmi hatóságnak egy nagy átfogó ellenőrzése, és azt mondták a fogyasztóvédők, hogy 10-ből 9 szénmonoxid mérő nem jó, vagy rossz. Akkor most miért vásároljunk? Én nekem nem posztom az, hogy dicsérjem ezeket, vagy éppen lehúzom ezeket a készülékeket. Nyilván a mi szempontunkból az a fontos, hogy minél többen használják ezt. Egyébként ugyanúgy, ahogy a bejátszásban elhangzott, tényleg a fogyasztóvédelem honlapján mindenki megnézheti, hogy melyek a tiltott eszközök, illetve melyek az, amelyeket javasol a fogyasztóvédelmi hatóság. Így van. A mi szempontunkból az viszont bebizonyosodott az elmúlt fűtési szezonban is, hogy megyei szinten számos olyan eset volt, ahova tűzoltóegységeket riasztották, mert mondjuk a szénmonoxid érzékelő időben jelzett, tehát életeket mentett, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt fűtési szezonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében halálos áldozatot nem követelt, viszont sérüléseket okozott, tehát rosszul létre panaszkodtak, igen, és végül is életeket mentett ez a készülék, tehát mindenképpen hasznos. Ezt a fogyasztóvédelem honlapján megnézhetik, hogy milyen készülékek az ideálisak, vagy azok, amelyek beváltak. No, hát köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, tájékoztatott, eljöttél hozzánk. Én köszönöm.